Po vzájomnej dohode sme sa rozhodli, že obojstranne si vymeníme návštevy. Návšteva priateľov z klubu dôchodcov Staty padla na dnešný deň. Snažili sme sa im pripraviť program ráno od 10. po obede do 5. Vzhľadom k tomu, že oni už poznajú viac menej naše pamätihodnosti, viackrát ich videli, tak snažili sme sa pre nich vytvoriť taký pestrý program, ktorý ešte neabsolvovali. Takže rozhodli sme sa pre predstavenie knihy o cestovaní Kláry Bokor, ktorá bola prezentovaná medzi 11. a 12. v klube dôchodcov. Predtým bolo prijatie starostom obce, kde sme sa poinformovali navzájom o svojich aktivitách a boli sme obdarení našimi priateľmi Staty krásnymi publikáciami o našom družobnom meste. Az ízletes ebéd után érkezett a társaság a tájház pajtájába, ahol Schweitzer Edina már türelmetlenül várta a csapatot, hiszen valami teljesen új dologgal készült vendégeink számára. Edina mindig valamint töri a fejét. A háttérben már látszik, olyan játékra invitálta tatai vendégeinket, amely a tartalmas szórakozás mellett élvezetes tanulási élményt nyújt, és nem csak gyermekeknek, de felnőtteknek is. Azt is hozzátéve, hogy közösség és csapatépítő hatása is van egy remekül összeállított kvíznek. Ez egy kvízt takar, egy helytörténeti és történelmi kvízt készítettem most az ide látogató tatai vendégeink részére, és hát 7 témakört ölel magába, és próbáltam egy kicsit minden szegletét úgy a történelemnek, mint a helyi helytörténetnek összefoglalni. Most a pilóta projekt, ugye, ez az első alkalom, amikor is kihoztuk ezt a projektet. Aztán mindenképpen szeretném a helyiekkel, a helyi nyugdíjasokkal, akár a különböző történelem és helyismeret iránt érdeklődőkkel megosztani, versenyt tartani a gyerekeknek az iskolába, a felső évfolyamnak. Úgyhogy meglátjuk, útnak indítjuk, és aztán meglátjuk, hogy milyen sikere lesz. Edina sok munkaórát ölt ebbe a felnőtteknek készült kvízbe, de az izgalomtól kipirult arcok azt jelezték, megérte, mert mindenki örömmel vette ezt a játékos, ismeretbővítő délutáni foglalkozást. Ročne sme plánovali, že 1-2 stretnutia, ale vzhľadom k tomu, že naši priatelia sa maximálne radi zabávajú pri hudbe, tak pravidelne navštevujeme katarínsku zábavu u nich, fašiangovú zábavu, teraz sa chystáme 21. marca, aj keď už je to v pôstnom období, ale sme pozvaní na fašiangový ples k ním, ktorý organizujú v strede týždňa v stredu v popoludňajších hodinách do skorého večera, teda od 16. do 21. Bol som zvedavý na to, že prečo to robia cez týždeň, prečo nie vy koncom týždňa. No oni povedali, že cez týždeň nemajú čas prísť k ním vnúčatá, ani deti, lebo chodia do školy a v sobotu si to plne užívajú s vnúčatami, preto robia cez týždeň, lebo oni na to majú čas a vnúčata nemajú čas na nich. Mi nagyon jól érezzük magat, a mai nap is nagyon jó volt. Na, érezzük a szeretetet, és ez a szeretet, ez sugárzik. Tehát ez pont olyan, mint amikor a gyűlöletet is érzi az ember, de a szeretetet is. Tehát nagyon kedvesek vagytok, úgyhogy ennyit tudok mondani. A Jónás Béla vezette klub működése átgondolt és demokratikusan működik 9 bizalmival együtt. Általában fél éves programot készítenek elő a tagság számára, és az elnök a bizalmikkal együtt készíti elő a terveket. Szinte minden héten van előadás a tagok számára. Tavaly költöztek új helyre, a városnak köszönhetően. A mi programunk az nagyon változatos. Én most nem mondtam el a Károly után, mert ő elmondta a programját egész évet. Én tartok ott a Majdar, amikor jönnek Tatára a vendégek, testvéreink, és mert a mi klubunkban úgy van, hogy egyházi előadás van 3 egy évben. Ez ugye azt jelenti, hogy a húsvét, a pünkösd és a karácsony. Így van. Előtte, hogy ismerje meg mindenki. Aztán van 4 irodalmi előadásunk, ebből már lement 2 lesz össze. Van történelmi előadásunk szintén 4. Van olyan, hogy egészségügyi előadás, ami általában 2 szokott lenni tavasszal, 2 szokott lenni össze.
Van két külföldi kirándulásunk, ez a minimum, de van amikor három. Idén lesz a harmadik ősszel. Idén megyünk Olaszországba, májusba, júniusban Csehországot nézzük meg, és szeptember végén, október elején pedig erdélyi testvérkapcsolatunkat keressük meg, ez a székelyudvarhelyiek. Testvérkapcsolatunk van természetesen Szőgyénnel, Gútával. Nagyon jó kapcsolatunk. Általában a bálokon szoktunk találkozni. A szőgyéni szépkorúak klubja sem panaszkodhat. Program van bőven. Havi szinten ellátogatnak a naszvadi termálfürdőbe. Évente több beszélgetős estet szerveznek, sokféle témát felölelve. Szlovákiában és Magyarországon egyaránt két-két várat, illetve kastélyt látogatnak meg, azzal a céllal, hogy a rendelkezésükre álló térkép szerint szép lassan bejárják a két ország épített történelmi értékeit. Az idei úti célok a kékkői várrom, a trencséni vár, de Beszterce bánya meglátogatása is tervben van. Magyarországi úti cél az idén Miskolc környéke. A diósgyőri vár, mint úti cél, kötelező ebben az esetben. Karol Krsko elnök elmondása szerint az éves programot bárki megtalálja, például a bevásárlóközpont épületében és a lépcsőházban van kifüggesztve. Mindenki kedvére választhat az éves programból.